Rihori Szkovoroda 18. századi munkássága során mintegy 5 éven át élt és alkotott Tokajban, valamint járta be a keleti régiót, emlék előtt a Szent Miklós ortodox templom falán lévő tábla adózik. A Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a filozófus halálának alkalmából 21 éve minden évben megszervezi a koszorúzással egybekötött megemlékezést, amelyen rendszeresen részt vesz a Nyíregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ukrajna Nyíregyházi Konzulátusának vezető is. Azért tisztelünk itt a Szkovorodát minden évben, mert 98-ban a Magyar Kulturális Szövetség Kárpátalján, meg az Ukrán Kulturális Szövetség Magyarországon együttesen kezdeményezték ezt a táblát felállítását, és ez jelképesen jelzi azt is, hogy a két nép között együttműködés és barátság van. Szkovoroda műveiből világosan kiderül, élete legszebb időszakának tartotta a Magyarországon töltött éveit. Munkássága alatt pedig törekedett arra, hogy a két nép között jó viszony alakuljon ki. Ukrán volt Szkovoroda Grigori, filozófus, költő, meg nagyon szeretett az ukrán népet. És ő mindig a szabadságot legnagyobb szeretett. És ez neki segített abban, hogy ő nem szolgált valakinek az ügyeit, hanem a népnek szolgált, mint a magyar népnek, mint az ukrán népnek. Nagyon beleszeretett a magyar népbe, magyar hagyományokba, és ezt terjesztette Ukrajnában. És azt írt a versekben, a regényekben, hogy milyen jól vannak itt a magyar emberek, hogy milyen kapcsolatot lehet létrehozni. Gupáló Árkádi hozzátette, noha a két ország felső politikai vezetésének kapcsolata manapság elhidegült, emberi szinten továbbra is megvan a tisztelet és az együttműködése való hajlam a magyarok és az ukránok között. A megemlékezésről és Szkovoroda magyarországi életútjáról többet megtudhatnak Határtalanul című magazin műsorunkból.